A Mécs László emléknapok keretében nagy kaposon látták vendégül a Magyar Szent Korona hiteles másolatát. A pap papköltő tíz évig szolgálta a római katolikus közösséget az ungvidéki kisvárosban. Emlékét a helyi magyar közösség hűen őrzi. Szellemi hagyatéka a nemzethez, a gyökerekhez való ragaszkodás érzését erősíti a helyiekben. Ahogyan a Magyar Szent Korona küldetése is a nemzet összetartása. A Magyar Közösségi Ház udvarán a Szent Korona hiteles másolata jelenlétében hangzanak el a Mécs László munkásságát, emberi nagyságát méltató gondolatok. Majd a jelenlévők koszorúzással róják le tiszteletüket a papköltő emléke előtt. A költövi korszakának egyik legtermékenyebb időszaka tevődik Nagy Kaposra, hisz gondoljunk bele a Vadócban Rózsátoltok vagy a Királyfi Három Bánata című, híres versei, ezek itt születtek nagy kapuson. Mi sem természetesebb, mint az utókor számára ezt a szellemiséget tovább menteni. A Magyar Közösségi Ház udvaráról a Szent Korona menet a Város Görög Katolikus Templomába indult, ahol a magyar államiság jelképét ökumenikus istentisztelet keretében fogadták. a Magyar Szent Korona hiteles másolatát a Magyar Királyi Koronaőrség díszelgő őrei vigyázták. Ez a mi missziónk, hogy, hogy a Szent Koronának a varázsát, azt a misztériumát, a nemzet összetartó erejét vigyük el a nagyvilágba, elsősorban ugye a Kárpát-medencei népek közé, hogy, hogy erősítse a mi összetartozásunkat, és tudjunk újra összefogni és együttműködni és együtt fölemelni ezt a nemzetet. A beavató korona hű másolatát az Isten tiszteletet követően a közönség szabadon megtekinthette. Felvidékre 2015 óta 11 alkalommal látogatott el a Szent Korona hiteles másolata a Magyar Királyi Koronaőrség Egyesületének kíséretében.